Future Corp. Belián, Zsanka, Csombor és Timon. Négy táborozó, négy nem mindennapi név. De vajon honnan erednek és mit jelentenek ezek a nevek? A táborlakók tippeltek, a helyes válaszokat hamarosan megtudhatjuk. Belián, nagyon érdekes név. Én úgy gondolom, hogy ez a Krisztus születése környéki mai Izrael területéről származó, még az Ószövetségben megalakult név. És abban az időben kezdték el használni ezt a nevet, és nem tudom, mit jelent, talán az, hogy beigli. Nekem a Belián olyan egyiptomosan hangzik, olyan, mintha Egyiptomból jönne, de csak ez egy sima asszociáció. Azt jelenti, hogy örök, fiatal valaki. Úristen! Hát, ilyen latinosan hangzik nekem. Nem tudom, valami nevé, vagy valami nemesi származás. Régi magyar rés, ilyen szláv eredetű az egész, és azt jelenti, hogy fehér. És azért kaptam ezt a nevet, mert hogyha hát a nagy a család, és amikor mama elővöltötte magát például, hogy Feri, akkor hirtelen 6 Feri ugrott, így hogy úristen, mama, mi kell? És ugyanez megtörtént a Zoltán, a Ferenc és az egyéb úgymond híresebb és sokkal jobban szeretett férfi nevekkel, ezért a szüleim úgy döntöttek, hogy akkor olyan nevet adunk a gyereknek, amit, hogyha a strandon elővölti magát mondjuk valaki, hogy Belián, akkor csak egy ember nézzen oda. És ez szerintem nagyon, nagyon sikerült is. Zsanka, hát én úgy tudom, hogy ez egy ősi, héber eredetű női név, ami Egyiptomból származik, és a jelentése az a macska. Nem szereti azokat a vicceket, amiben Zsan van benne. Lehet, hogy ilyen ősi magyar, mondjuk, legyen az, és valami szépet jelent biztos. A nevem egyiptomi héber eredetű, a magyar megfelelője a Zsuzsanna, a jelentése pedig lótuszvirág, és hát nem tudom, mert adták nekem ezt a nevet a szüleim, szerintem csak kellett egy harmadik fura nevű gyerek, de úgy nem tudom. Csombor az egy sokbetű szó, majdnem olyan, mint a csongor, de ő csombor. Én úgy gondolom, hogy ez egy ős magyar név, de még amikor az ős magyar beszélték az emberek, és ez később a nyelv átalakulásával úgy szintén átalakult csongorrá. Van egy ismerős, aki csongornak hívnak, és szörfözik, úgyhogy biztos van közel szörfözés, biztos a horvátoktól jön, mert ott van tenger. Szerintem magyar eredetű, olyan, mint a csupor. Szerintem ilyen magyar lesz, és szerintem nem jelent semmit, csak így összeraktak, nem. Az én nevem régi magyar férfi név, és valamilyen köze lehet a csombor nevű fűszernövényhez, ami más néven borsikafű, és hát a szüleim azért ezt a nevet adták nekem, mert egyrészt ritka, másrészt van egy névrokonom, Szepsi Csombor Márton, ő egy református lelkész volt, és ő írta az első magyar nyelvű úti könyvet. Timon, hát a Timon és Fumbával ítélve ez egy afrikai név, azt jelenti, hogy szurikáta. Timon. De ez biztos becsapós, ugye, hogy mindenki másra asszociál, de ez tudja, hogy ennek van valami más üzenete, úgyhogy legyen mondjuk ilyen afrikai eredetű név. És azt jelenti, hogy gyors valaki, olyan, mert hogy a Moonra fölmegy, mert Timon. Hát az római, mondjuk legyen római, és valamilyen nagy nemes cár. Ez egy görög eredetű férfi név, jelentése tisztelt, megbecsült, esetleg ajándék. A szüleim nagyon sokáig nem tudták eldönteni, hogy milyen nevet adjanak nekem, és ha jól tudom, végül a nagymám segített nekik azzal, hogy a padlásra lehozott ilyen régi poros névkönyveket, amiket szépen sorban lapozgattak fel. Nem lehetett annyira régi, mivel benne volt így egyben a Timon és Pumba is, de ez nem tetszett nekik. Úgyhogy az igazság az, hogy az Athéni Timon című Shakespeare drámából származtatható az, hogy nekem ez lett a nevem. És nekem nagyon tetszik, hogy ilyen egyedi, mert ez illik az egyéniségemhez. Timon azt jelenteti, hogy... hogy hívják? Egerésző mongúz, nem, hogy hívják azt, nem mi, nem? Mongúz, de akkor így ték, és akkor... De ezt vág bele, hogy hívják azt, mi a Timon az oroszlán királyban? Timon az mi?
Az hogy hívják a kis szar? Az ilyen kis patkány. Az varán? A földi kutya. Mokákó. Mokány. Mit tudom én, szóval valami a motkány. Szurikát, de nagyon jó. Szóval én úgy gondolom... Szóval én úgy gondolom, hogy a Timon az azt jelenti, hogy szurikáta, és köszönöm a figyelmet, én Zsuzsák Balázs voltam. Amen.